A sárga kékek három vereség után próbáltak javítani. A mérkőzésre 3800 néző volt kíváncsi. A meccs eleje óvatos játékot hozott, a kapuk ritkán forogtak veszélyben. Az első félidő legnagyobb helyzete a 37. percben a trencséni kapus Semrényec Bakija után adódott. 45 perc után azonban 0-0 volt az állás. A mérkőzés egyetlen gólja a 60. percben született, a DAC szurkolók nagy örömére hazai labdarúgó jó voltából. Tíz perccel a vége előtt a sárga-kékek megduplázhatták volna előnyüket, azonban sem Polievka, sem Pacsinda nem járt sikerrel. Ezután a trencséniek percei következtek. Meyerhofer, Beró és Holubek is elpuskázta az itzerét, a DAC 1-0-ra nyert és kezdődhetett az ünneplés. Három nappal később a kiesés ellen küzdő Nagymihályiak otthonában 1-1-es döntetlent játszottak a dunaszerdahelyiek.